Az elmúlt 25 év legnagyobb beruházását valósítja meg Kálló semjén, ez pedig a kállai kória és környékének felújítása. A Kálló Semjéni Kúria főépülete még az 1800-as évek végén épült. 1948-tól munkásszállás, majd később diákotthon is működött itt, az elmúlt években azonban üresen állt. A helyreállítási munkáka a Kúria mind a négy épületét és a körülette lévő parkot is érintik, ahol a Kállai család elődeiről készült szobrokat is kiállítottak. Mind a Kúria annak környezete, mind pedig a használaton kívül álló Maktár épület megújult ez szint az egész évünket kitette. Emellett természetesen az önkormányzata az intézményeit azt karban tartotta, próbáltuk a magunk módján a saját erőnkből a szükséges fejlesztéseket elérni, amire talán még büszkék lehetünk a haranglábnak a megépítése, ami közösségi összefogással valósulhatott meg. Ezektől a beruházásoktól a turizmus fellendülését várják Káló Semjénben. A kúria az 1920-as-30-as évek világát idézi, az épületben egy korhű kávézót is üzemeltetnek majd, állandó kiállítást és rendezvénytermet is kialakítanak. A négy felújított épület között van a Volkenstein kastély is, amiben információs iroda, jegypénztár és ajándékbolt is működik majd. Ezen túl a Kállai Kápolna renoválása is megvalósult. A kastély kertben hangulatos parkot alakítanak ki, ahol több szabadtéri programot szerveznek majd a tavaszi nyári időszakban. A felújítások során törekedtek az eredeti állapotok helyreállítására, hogy minden látogató átélje a régi idők hangulatát a Kúria udvarára lépve. Kállós a jövőben további fejlesztéseket is terveznek. Nagyon sok tervünk van, várjuk a területi operatív programot, tehát a megyei kiírásokat. Erre vonatkozóan előkészítettünk jó pár projektet, ami úgy néz ki, hogy belátható időn belül van az a szennyvíztelepnek a bővítése. Ezt remélhetőleg a következő évben el tudjuk kezdeni. Kállósemjénben a szennyvíz hálózat nagy része már kiépült. A tervek szerint a jövőben a tisztító telep kapacitását növelik pályázati forrás bevonásával.